A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek. A város kulturális, tudományos és művészeti életének híreivel a Pécs TV kulturális híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Mai összefoglalónkban elsőként a Pécsi Nemzeti Színház bemutatójáról számolunk be, mely adásunkkal egy időben zajlik. A hollywoodi mesék Christopher Hampton színműve parádés szereposztásban kerül színre. Hogy csak néhány nevet említsek, Lukács Sándor, Mécs Károly, Márton András, Simon Andrea, Fábián Anita, Tóth András, Lipics Zsolt, Pirinces József. Ezután beszélgetést láthatnak Bükkösdi László rendezővel a Színházi Világnap alkalmából, melyet 1962. március 27-e óta tartanak világszerte, ezen a napon köszöntve Thália papjait, a színészeket. Mai stúdió vendégünkkel a Baranyai Cigányok második tavaszi fesztiváljáról beszélgetünk. Nézzenek bennünket! Mit képzel magad? Mi ez? Semmi kétség, az én forgatókönyvem. Ez a személy még rádiójátékot sem volna. Hogy tehette ezt meg? Mi csodát kérdez? Azok után, hogy beszálltam a ringbe magának. Magának fogalma arról, hogy mekkora szarban vagyok én most. Mi? Mit akarsz? Nem, még ott tart. Én tudom, hogy maga nem tud jól angolul, és erről nem is tehet, de az Istenet. Ez egy katasztrófa. De kérdezj, a Márton tudod, de hogy ez nem angolul van, az fix. Értem. És még valami, maga még gépelni sem tud rendesen. Olyan ez a kézirat, mintha az egész marhaság még versben is lenne. Ohaj, akkor hogy lehet? Nem, ne adjon magadnak semmit, jó? Hanem fogja fel már végre. Ha azt akarja, hogy az Errol Flynn meg az Olivia de Havilland elolvassa a forgatókönyvét, akkor ne egy eposzt dugjon az orruk alá! Ez egy nagyon izgalmas történet. Hihetetlen, leleplező, bonyolult, mély, fantasztikus írói érzékkel ábrázolt sorsokat, sorsot mutat be. Az időszak, amit felölel, 38-52-ig, tehát a világháború, az azt követő évek, McCarthyzmus, távoli dolgok, ezek látszólag, de borzasztó ismerősek minden kultúrában, minden. Tehát nem értelmiségi problematika, nem művészi problematika, hanem emberi, morális, etikai. Nagyon nehéz erről beszélni, hogy benne vagyunk ebben a darabban, és ez 22 jelenetből áll. Filmszerűen pereg a dramaturgia. Az, hogy a szerepek nevei Thomas Mann, Heinrich Mann, Ödön von Horváth, de hát az ismert világhírességek, természetesen a 20. századi világ, egyetemes kultúra, irodalom, művészet óriásai borzasztó, leleplező módon hihetetlen közeli, röntgenképszerű átvilágításban, tehát fölismerhető élethelyzetekben mindenki számára átérhető vagy átélendő példázat ez magatartásokról, és tehát mit jelent egy ember élete, mit jelent az alkotás, mit jelent a hétköznapiság, mit jelentenek ezek a dolgok, amiről beszéltem eddig. Ez a borzasztó emberpróbáló színészi feladat, hogy nem lehet érzelmi motiváció alapon rákészülni rá, nem lehet elmesélni egy sorsot, csak megélni lehet, és a jelenet technika olyan, hogy amikor elkezdjük látni az első pillanatát, ennek már benne vagyunk. Tehát színészileg nincs alkalom kifogalmazni, rákészülni, hanem mint a filmforgatásnál, vagy egy tévé, azt mondjuk, hogy tessék, forog a kamera. Most! Oké. Köszönöm. Valódi francia. Azt hiszem. Csak a jó még tudja, hogy szeretette. Na? Köszönöm. Egyébként nekem a Kalifornia is ízlik. Majd már mi a véleménye róla? Nekem is ízlik. Igen. Jó kis paparos, erős bor. És hát mi kell meg, nem? Ez a sok snob persze csak pintorog rá. Maga mivel foglalkozik? Író vagyok. Nem igaz. De igen. Ödön Horváth nevezik. Magyar, mi? Csak a szokásos osztrák magyar egyvelek.
sajnálom. Maga nem úgy néz ki, mint egy író. Nagyon kedves magát, hogy ezt. Tudja, ha kis pipikoromban, amikre kustus tett, de most pihetem, valaki azt mondja nekem, hogy a világ túlsó végén fogom végezni ebben a hülye Kaliforniában. Csupa seppel író között! Hát én is nem bizony, hogy beverem a pofáját. Mit jelent 1999-ben Pécsett a színház világnapján a színház? Nyilván mindenkinek mást, hiszen a színházba szerencsére azért elég széles rétegek járnak, nem is annyira anyagilag rétegeződik ez, mint inkább, hogy ki mit keres a színházba. Nyilván, hogy van, aki csak pihenést, feledést, van, aki a katarzist, van, aki a saját gondolatainak a visszatükröződését. Szerencsére úgy tűnik, hogy a nagy kísérleteken túl van az Európai Színház, a meglévő notórius avantgard játékok közepette is. A másik szerencse az, hogy a rendezői terror után újra egyre pontosabb lesz a játszó személy. Az emberek közül nagyon sokan egy-egy színészért mennek be a kedvencükért, a fiatalok is, az idősebbek is. Ez a megközelítés a közönség felől, belülről. Hogy lehet megközelíteni? A színésznek mennyire fontos a színház, a színháznak mennyire fontos a színész? Hát nem tudom, megint nem lehet átlansítani, mert hiszen, mint most minden szakmában, minden területen borzasztóan előre tört a pénznek a fontossága. Nyilván a színészek, vagy a színpadon megjelenő emberek között is egyre több olyan van, akinek elsősorban az a fontos, hogy mennyi pénzt keresnek. De mondjuk a Pécsi Balett tagjairól ezt nem mondhatjuk el, mert hiszen épp úgy nem fizetnek azért, hogy azt mondhassák, hogy ők táncosok. Annyira szerény a javadalmazásuk, hogy az általában egy vidéki színész, akit nehéz egyeztetni, akinek itt nincsenek meg azok a pénzkeresési lehetőségei, gondolok itt szinkronra, sok tévézésre, stb. Mind a fővárosban nyilván, hogy a szerepekért, a tapsért, azért van itt, hogy minél komolyabb feladatokat kapjon. Még akkor is, hogyha a nagy feladatok után a kisebbekért és nagyobb pénzért, nagyobb lehetőségért elmegy később. De ez valami természetes folyamat, mert ha nem teszi, akkor azokat a kihívásokat nem tudja teljesíteni, amelyek természetesek ezen a pályán, hiszen mindenki le akarja mérni magát, hogy mit tud. A Színház világnapját 1962 óta ünneplik. Érdekes módon azért már jóval előtte, nevezetesen 1844-ben Petőfi megírta a Levél egy színész barátomnak című versét, ami úgy fejeződik be: az Isten adja, hogy minél előbb aképpen álljon színművészetünk, amint valóban kéne állnia. Ez egy 1844-es üzenet. Mi lehet az üzenet 1999-ben? Időnként meg tudjuk teremteni az ideális állapotot, hiszen mindenki szidja vagy dicséri például a Pécsi harmadik színházat, ahol nem üzemszerűen működnek, ahol addig próbálnak, ameddig az szükséges, és akkor mutatják be a darabot, ha valóban megérett. Nem csak ez az egy ilyen színház van, de most Pécset vagyunk. És időnként még az üzemszerűen működő nagy színházban is előfordul az, hogy évad végén már elkezdenek próbálni, az évad elejé hajszába több idő jut rá
jobban megérik egy darab. De valójában olyan színház, ami mindig mindenkinek tetszik, biztos nem létezik. Én a Petőfi útmutatásán túl is azt tartanám ideálisnak, ha elérkeznénk oda, ahol az ókori görög társadalomba, hogy a nézők napi díjat kaptak azért, hogy ott ülnek a színházba. Hát azt szeretném, hogyha mondjuk a színház világnapján tényleg újra egésznapos drámai játékok lennének, és a nézők napi díjat kapnának, meg ebédet, vacsorát, azért, hogy megtisztelik a színházat és önmagukat avval, hogy épülnek egy kicsit, mert ennek a közösség formáló ereje az óriási. Erről sokat beszéltünk és el is koptattuk, de az, hogy egy sereg ember egyszerre él meg valamit, egyszerre nevet, vagy egyszerre jön könny a szemébe, az valami fantasztikus dolog. Az valami olyan közösségi ember formáló tényező, amiről most, amikor egyre inkább individualizálódik a világ, nem lenne szabad lemondani. Március 26-a és 28-a között rendezik meg a Baranyai Cigányok második tavaszi fesztiválját. Tisztelettel köszöntöm a Pécs TV stúdiójában dr. Kosztis Istvánt, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület elnökét. Kik rendezik ezt a fesztivált? Egyesületünk, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület második éve szervezi meg ezt a fesztivált. Többek között azért, mert szeretnénk, ha több olyan rendezvényünk lenne hagyományteremtő módon, amely reflektorba, fénybe állítja a baranyai és pécsi cigányoknak a kulturális közművelődési életét, hiszen nagyon keveset tudunk még mindig a városunkban és megyénkben élő cigányságról, és szeretnénk minden évben valami speciális, valami különleges dologgal is jelentkezni. A mostani programsorozatunkban is szerepelni fog az irodalmi esten külföldi vendégek közül Éva Klepa Fritsch Gráci fotóművésznő és költőnő, emellett egy roma költő is, Bécsből Ilija Jovanovics, akikkel szeretnénk az osztrák költészetbe is betekinteni, és nem csak a cigány költészetbe, hiszen az egyesületünknek mindig mottója az, hogy nem csak a saját kultúránkat szeretnénk jobban ismertetni, hanem együtt a kültársadalomnak a kultúrájával. Én úgy látom, hogy a tervek is óriásiak ennek a fesztiválnak a kapcsán, ugye? Tehát a jövőt is tervezik már, nem csak ezt a 2-3 napot. Igen, mi mindig jövőbe gondolkodunk, és a Rátszaladár közösségi házunk bár 538 négyzetméteres, nagyon sok intézményt szeretne magába foglalni, hiszen a magyarországi cigányoknak nincsenek igazából kulturális intézményei, és ezzel azt szeretnénk bizonyítani, hogy egyrészt van szüksége erre kultúrára, hogy van cigánykultúra, és hogy ezekre az intézményekre is előbb-utóbb szükség lesz. Ezek most ilyen kis kezdeményezések, akár a múzeumot tekintjük, az Erdőskami Cigány Múzeumot, ami a házunkban május 18-án fog megnyílni, akár a Padlás Színházról beszélünk, akkor ez mind azt szeretné tükrözni, hogy a távolati jövőben nyilván meg kell oldani ezeket a kérdéseket, és szeretnénk ezzel elősegíteni azt, hogy minél többen gondolkodjanak ebben a dologban, és hát a politika pedig támogassa majd ezeket a kezdeményezéseket, hiszen így teljesülhet ki a cigányság kultúrája. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást a Pécs TV stúdiójába. Ígérem, hogy ott leszünk a rendezvényeken, és hétfői adásunkban összefoglalót láthatnak belőle. Köszönöm, hogy eljött. A Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.